Üdvözlök, itt Ujjai Szabó Zoárd. Ebben a mostani videóban 9 olyan megoldásról lesz szó, melyek segítenek csökkenteni az aranyér tüneteit, illetve akár azt is, hogy teljesen megszabaduljunk tőle. Az aranyérnek számos oka forrása lehet, mint például a székrekedés vagy a hasmenés, kialakulhat a terhesség alatt is, az elhízás is kockázati tényező, illetve ami napjainkban valószínűleg a leggyakoribb okozó az a túl sok ülés. A mai ülő életmódunk a tévé és a számítógép előtt, otthon és a munkahelyen jelentősen megnövelik sok embernél az aranyér kialakulásának esélyeit. Akinek volt már aranyérre, tudja, hogy a probléma székelés közbeni tompa vagy nyilaló fájdalommal, esetleg vérzéssel, véres széklettel jár, illetve viszkető érzés is jelentkezik ugye a végbéltájon. A tapasztalatok szerint az első kiváló szer aranyér esetén, és amit én is mindenkinek szoktam ajánlani, az a virágpor, azon belül is a nyers virágpor, amit ugye méhítőben kell tárolni. A virágpor az egyik legjobb rutinforrás a természetben, a rutin pedig nagyon jót tesz az ereknek. A rutin egy bioflavonoid fél, ami segít megerősíteni az érfalakit, illetve gyulladás csökkentő hatása is van. A második megoldás kapcsolódik az elsőhöz, szedhetsz még kiegészítésként pluszban rutin tartalmú étrendkiegészítőket is. A rutinkészítmények általában 500 mg-os kiszerelésben vannak, melyből reggel és este célszerű bevenni egy-egy kapszulát. A harmadik lehetőség, amivel felléphetünk az aranyérrel szemben, az a vadgesztenye. A vadgesztenye erősíti az érfalakat és a hajszálereket, illetve a gyulladás csökkentő hatása is van. A vadgesztenyéből vannak kivonott kapszulák, illetve vannak krémek is, mind a kettőt célszerű alkalmazni. A negyedik javaslatom az aranyér megszüntetéséhez az az almaecet. Az almaecetet belsőleg fogyasztva is direkt az aranyérre is alkalmazhatjuk. Az almaecetből olyat célszerű fogyasztani, alkalmazni, ami szüretlen és pasztörizálatlan, mert csak ennek vannak igazából terápiás tulajdonságai. Az almaecetben van egy olyan anyag, amelynek pár óráig tartó fájdalomcsillapító hatása van, csökkenti a viszketés érzetet. Az almaecet fogyasztás hatására javul az emésztés minősége, jobban megemésztődnek az ételek, jobban elő lesznek készítve a gyomorban a belek számára, tehát tehermentesül a bélrendszer. Külsőleg pedig egyszerűen fel kell vinni rá, például egy pamutgolyóval vagy egy pamutrongyal, és hagyni kell, amíg felszívódik. Egy rövid ideig szúró érzés lehet érezni, de ez egy 20-30 másodperc után általában elmúlik. Ezt naponta több alkalommal célszerű elvégezni. Sokat segített aranyér ellen a rostfogyasztás megemelése a táplálkozásunkban, ez lehet az ötödik megoldás. A napi rostbevitel mennyiségét fokozatosan célszerű megemelni, tehát első nap ne együnk egyből nagyon nagy mennyiséget belőlük. A rostok tisztítják a beleket, segítenek a székrekedéssel szemben. A legjobbak ugye a magvak, a lenmag, a kendermag, csiamag, a zöldségek, mint a répa, zeller, brokkoli, kelbimbó, karfiol, illetve a gyökérzöldségek, mint a hagyma és a batáta. Nagyon jó rostforrás a pszillium is, vagy útifűmaghéj, illetve vannak olyan készítmények, melyek a pszilliumon kívül több minden más is tartalmaznak, és általában ezek hatékonyabbak, mint az útifűmaghéj önmagában. Az aranyér ellen hatásosak lehetnek a B-vitaminok is, ezen belül a B6-nak van nagyobb jelentőség, ez a hatodik lépés. A B-vitaminok azért jók, mert egyrészt növelik a bélmozgást, ami segít ugye a székrekedéssel szemben, illetve összefüggésben vannak számos enzimmel, melyek az emésztésünk hatékonyságán javítanak. A B-vitaminok pótlásához nagyon jó a sörélesztő, amit ideális tabletta formában szedni. Aztán ott vannak a magvak, mint a pisztácia, a napraforgómag vagy a szezámmag, illetve az első lépésben említett virágpor, illetve a méhpempő is nagyon jó B-vitamin forrás. A hetedik lehetőség, amivel felléphetünk az aranyérrel szemben, az az aloe vera. Az aloe verát belekeverheted a krémekbe is, melyeket ugye külsőleg alkalmazol, illetve lehet belőle ugye belsőleg is fogyasztani. Az aloe vera a gyulladásokkal szemben hatásos. A nyolcadik fontos lépés az az elegendő víz fogyasztása minden nap. A tiszta víz elengedhetetlen ahhoz, hogy ideális legyen a bélmozgás, hogy a székrekedést ugye megelőzzük. Én már egy jó ideje csak desztillált vizet iszom, azzal készítem az ételeket, a teát, mindenhez azt használom, otthoni desztilláló készülékkel állítom elő. Az a tapasztalatom, hogy a desztillált víz az egyik legjobb víz, amit ember vagy állat fogyaszthat. A kilencedik és egyben utolsó, az az életmódunkban történő változtatásoknak
a meglépése. Az aranyérlet fokozza a túlsúly, a túl sok ülés, a mozgásszegény életmód, a folyamatos és gyakori hasmenés, illetve a WC-re járásnak a késleltetése. Tehát ezeket figyelembe véve célszerű változtatni az életmódon, illetve érdemes az aranyérnek a lelki okait is megvizsgálni. Az aranyér akkor alakul ki, ha például sokat ülünk egy vagy több problémán, ha hallogatunk valamilyen problémának a megoldását, ha nem akarjuk megoldani, ráülünk a problémára, nem veszünk tudomást róla. Az aranyér lényegében a blokkolt vitalitást is jelenti, az életerőnek a megrekedését, azaz nem hagyjuk áramolni az energiákat, lassítjuk vagy megállítjuk a folyamatokat az életünkben, megrekesztjük őket azzal, hogy ugye nem döntünk, nem oldjuk meg a problémákat. A legjobb szó az aranyérre a strucc politika, amikor a fejünket a homokba dugjuk, mert úgy gondoljuk, hogy akkor a problémák eltűnnek az életünkből, és nem kell velük foglalkozzunk. A megoldás első lépése, hogy felismerjük ezt az energiablokkot, hogy észrevegyük, hol a gubanc, amin ülünk és ami nyomaszt minket. Ismerjük fel a visszafogottságunkat, hogy nem néztünk szembe a kihívásokkal, illetve ismerjük fel az emögött lévő igazából rejtett agressziónkat is, és hozzuk fel mindezeket a felszínre. Beszéljünk róla, oldjuk fel a tudatos életünkben mindezeket. Tehát hagyjuk, hogy újra folyni kezdjen az energia az életünkben. Húzzuk ki magunkat, és álljunk ki saját magunkért az életben. Eresszük ki a nyomást, és oldjuk fel a gordiuszi csomót. A legtöbb olyan probléma, ami a testünk rejtett zugaiban eldugott helyen jelentkezik, az Plutó probléma, így az aranyér is, tehát ha asztrológusra konzultálsz, kérdez rá erre is. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót az aranyérről, és tudtam neked segíteni vele. A hozzászólásokban el tudod mondani a véleményedet, tapasztalataidat, mert ezzel ugye segítesz másoknak is. Személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben a videó végén található e-mail címre. Ha szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az aranyérről volt szó. Köszönöm a figyelmet, az egészség legyen veled!